Ki ne állt volna már a boltok polcai előtt azon gondolkodva, hogy a számtalan hasonló élelmiszerből melyik lehet a jobb választás? Az egészségtudatos fogyasztókat évek óta segíti a csomagoláson található tápértékjelölés, amely a legfontosabb tápanyagok mennyiségét sorolja fel. De tudjuk-e ezeket az adatokat kódolni, értelmezni? Erről is beszélgetünk a következő percekben Antal Emesével, dietetikussal, szociológussal, a Tét Platform szakmai vezetőjével és Szülősi Rékával, élelmiszerpolitikai jellemzővel. Szervusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, meg a kedves hallgatókat is! Bár évek óta megfigyelhető, hogy gyarapszik az egészségtudatos vásárlók aránya, a pandémia még többeket ébresztett rá, hogy érdemes megnézni, miben különböznek egymástól a boltok polcain sorakozó termékek. Mi segíthet bennünket ebben? Réka. Talán azzal kezdeném, hogy az, hogy az élelmiszerek be vannak csomagolva, hogy ez már egy pár évtizedes élménye mindenkinek. Tulajdonképpen ez egy élelmiszerbiztonsági kérdés legelőször is, tehát azért csomagoljuk be az élelmiszereket, hogy nem nagyon leegyszerűsítve, hogy a levegőből ne kerüljenek oda olyan dolgok, amelyek azt okoznák, hogy vagy mi megbetegszünk, ha megesszük, vagy pedig megromlik az az élelmiszer. Most, amikor becsomagolták az élelmiszereket, akkor, vagy elkezdték, akkor rájöttek arra, hogy rá is kell írni természetesen, hogy mi van benne azért, hogy a fogyasztók ezt tudják. És ahogy a társadalmunk fejlődött, hogy az igények fejlődtek, ahogy sajnos a népegészségügyi helyzet romlott, tehát egyre többen lettek elhízottak, egyre több olyan betegség fordult elő, amely például a helytelen táplálkozással vagy étrenddel is összefügg, akkor az elmúlt évtizedekben a szabályozás tulajdonképpen odáig jutott, hogy ma már, mint fogyasztók, az élelmiszerekben található összes összetevőről tájékozódhatunk a csomagolásoknak az olvasásával, egy összetevői listában. Most az körülbelül 10-15 évvel ezelőtt pedig már az is látszott, hogy nem elég egyszerűen csak az összetevőket odaírni, mert muszáj lenne valahogy felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy bizony nem mindegy, hogy milyen egészségügyi állapotban vagyok, hogyan táplálkozom, és ez nagyon sokban függ attól, hogy amit elfogyasztok, annak milyen a tápanyag tartalma, tehát mennyi cukor, zsír, fehérje, rost, ilyesmi van benne. Most tulajdonképpen a szabályozó rendszer az Európai Unióban ezelőtt durván 10 évvel abba az irányba indult el, hogy csak úgy, mint egyébként a világnak már akkor több táján, például Amerikában, legyen kötelező minden élelmiszeren feltüntetni azt, hogy konkrétan ezekből az előbb általam felsorolt tápanyagokból mennyi van bennük. Na most itt ugye van egy olyan probléma, hogy van egy mondjuk 30 g-os kis csokoládé, meg egy 2 literes ásványvíz, akkor nyilvánvalóan ezeket összehasonlítani nem könnyű. Tehát azt találták ki, hogy az legyen, hogy minden élelmiszeren most így nagyon durva ökölszabályként 100 g-ra mindenképpen, vagy 100 ml-re, hogyha folyadékról van szó, legyen benne rajta az, hogy ezekből a tápanyagokból ebben mennyi található. Egyébként önkéntesen még ráírhatják a gyártók azt, hogyha ők akarják, hogy szerintük egy adag ebből az élelmiszerből mennyi, és még arra is vonatkoztathatják. Na most ugye ennek elvileg az lenne a célja, hogy amikor én fogyasztóként bemegyek a boltba, és leveszek mondjuk, teszem azt 2 felvágottat, akkor vegyem a fáradtságot, fordítsam meg a címkének a hátulját, nézzem meg, és ott rajta van, hogy mondjuk az egyik szaláminak a sótartalma ennyi, a másiknak meg annyi. És akkor elvileg az lenne a cél, hogy én legyek olyan tudatos, mint fogyasztó, hogy válasszam azt, ami egészségesebb, tehát ebben az esetben azt, amelyiknek alacsonyabb a só meg a zsírtartalma. Tehát elvileg ez az elmélet, de gyakorlatban sajnos azért azt lehet látni, hogy bár csigalassúsággal növekszik azoknak a fogyasztóknak a száma, akik hál' Istennek ilyen szempontból tudatosabbak lesznek, de azért még messze nem használjuk ki a potenciálját ennek az egész szituációnak. Úgyhogy az a helyzet, hogy most megint gondolkozik a jogalkotó, hogy hogyan lehetne ezt a sztorit még hatékonyabbá tenni, és megkönnyíteni a vásárlók dolgát, hogy egyrészt, hogy ne kelljen megfordítani a csomagolást, másrészt, hogy még így összehasonlítgatni se kelljen számokat, hanem valami még szembetűnőbb módon derüljön ki a boltba egy élelmiszerről, hogy akkor ő most egy másik élelmiszerhez képest mennyire egészséges vagy sem. Emese, konkrét példákat hallottunk Rékától, de egy picit még konkrétizáljuk. Milyen adatokat kell tartalmazni a csomagoláson szereplő jelöléseknek? Hát mindenféleképpen kell az ahogy Réka mondta, az összetevőknek a listáját, és hogyha amit kérdeztél, hogy mi az, amit
nézzünk meg mindenképpen, meg mi az, amit megnéznek a fogyasztók, akkor általában az összetevőknek a listája az az egyik. Csak sokan nem tudják, hogy csökkenő sorrendben kell feltüntetni a terméken. Ez az egyik. A másik, ami itt a tápanyag tartalom, tápanyag értékek, az az, ami segíthet. Most már vannak tényleg olyan gyártók, akik feltüntetnek egy úgynevezett referencia beviteli értéket, ami segít abban, hogyha azt az egy adagot elfogyasztja valaki, akkor a napi fehérje bevitelnek, vagy a szénhidrát bevitelnek hány százalékát fogyasztotta, de azért ez egy elég szofisztikált megoldás, és hát azért nem nagyon nézik az emberek általában ezeket. Azért nem, mert a kutatások azt mutatják egyébként, hogy az átlagos vásárló az 0,1 másodperc időt fordít az élelmiszer címkére, hiszen hát nem tudunk ott bogarázgatni több órát minden nap az a boltokban, hát azért másra is kell idő, de azért a felméréseink, amit végzett a Tét platform, azt mutatja egyébként, hogy hát egy 21% nem érti, mit jelentenek ezek a tápanyag értékek, adatok, és ezért van az, hogy most a front oldalon, tehát hogyha bemegyünk, ránézünk egy termékre, akkor elől az EU próbál egy egységes jelölést kialakítani, ami majd segít a vásárlóknak a döntésben. Emese azt mondta, hogy nem nézzük meg ezeket a címkéket, és 0,01 másodpercet töltünk csak azzal, hogy ránézünk ugye a csomagolásra. Réka, egy picit még ennél a kérdéskörnél maradjunk. Ha szánnánk időt, tudnánk mit kezdeni ezekkel az adatokkal? Tehát tudjuk-e ezeket az adatokat, kódokat értelmezni? Hát ugye ez egy olyan szempontból nagyon jó kérdés, hogy ezzel nagyon sok szakember nagyon régóta vitatkozik, hogy mi lenne itt a megoldás. Erre azért nem tudok én sem válaszolni, mert úgy gondolom, hogy valamiféle tudatosság akkor is kell majd az adatok értelmezéséhez, hogyha ezeket fajék egyszerűséggel, mondjuk betűkkel vagy színekkel fogják az élelmiszerek csomagolásán jelölni. Én azt gondolom, hogy a 21. századnak az egyik legnagyobb kihívása az, hogy az információ tengerből, amit minket körülvesz, kiszűrjük azt, ami fontos. És a statisztika azt mutatja, hogy a világnak a szerencsésebb, gazdagabbik felében azzal küzdünk, hogy túl sokat eszünk, keveset mozgunk, és általában nem is úgy táplálkozunk, hogy ez az egészségünknek jó legyen. Tehát ez is szerintem ez az egész élelmiszerjelölési mizéria, vagy az, hogy azt látjuk, hogy az emberek ezzel nem foglalkoznak, egy olyan megoldandó problémacsomagnak az egyik tünete tulajdonképpen, amit valahogy majd kezelnünk kell, vagy pedig el kell fogadnunk, hogy az emberiség okay, akkor ez van, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy a társadalomnak egyre nagyobb része egyre több olyan problémával küzd, ami kifejezetten a nem mozgással, az úgymond a modern életmóddal függ össze. Tehát én ezt egy tünetnek látom, és biztos, hogy meg kell mindent azért tenni, hogy ez megváltozzon, de ugye az élelmiszergyártóknak is a keze olyan értelemben megvan kötve, hogy már mindent ráírnak a termékekre, most a fogyasztókon a sor, és hát nyilván egyébként meg azokon, akik elvileg meg tudnák tanítani az embereket, hogy erre oda kell figyelni, hogy ez menjen. Egyébként nagyon érdekes, a világban azért van különbség abban, hogy az emberek mennyire tudatosak, és teljesen jól látszik az egészségügyi statisztikák tulajdonképpen korrelálnak azzal, ahol az emberek egy picit tudatosabbak, vagy nagyobb a tudatos fogyasztóknak az aránya, ott nyilvánvalóan ez az egészségi mutatókban is megjelenik. Fogyasztóként gyakran nem vagyunk tisztában azzal, hogy már az élelmiszerek sok esetben hosszúra nyúló elnevezése is fontos utalásokat tartalmaz a termékek összetételével és minőségével kapcsolatosan. Erről is beszélgessünk egy kicsit, például baromfi vésli, vagy baromfi rúd, vagy csokis, vagy csoki. Tehát egy kicsit ebben is segítsetek, Emese? Igen, ez is egy kérdés, de ez már megint a tudatossággal függ össze, hogy így mondjam, és az összetételt
termékösszetételt kell nézni, mert például, amit említettél itt a baromfi virsli esetében, nyilván itt a hústartalma a terméknek az már befolyásol, és hát van a Magyar Élelmiszerkönyv, ami konkrétan megfogalma, vagy leírja, hogy mi az, amit virslinek lehet nevezni, stb., vagy mi az, ami például gyümölcs ízű joghurt, vagy gyümölcs joghurt lehet, tehát ezek azért megvannak szabva. Ezt nyilván, aki egészségtudatos, az annak odafigyel ezekre a kis nüansznak tűnő kis szavacskákra, de azért itt az élelmiszer összetételben nagyon sok probléma lehet. Még így visszatérve egy kicsit erre a fehérje meg tápanyag értékekre, hogy értik-e az emberek, azért itt el kell mondani, hogy hát tanuljuk az általános iskolában, a gimnáziumban a fehérjét, szénhidrátot, de azért nem véletlen, hogy a legújabb táplálkozási ajánlás már nem tápanyagokban gondolkodik, hanem élelmiszerben gondolkodik. Tehát nem fehérjét eszünk, hanem tejet vagy joghurtot eszünk. Tehát inkább így kell az edukációt segíteni, mind a mellett abból, hogy egyre inkább személyre szabottá válik a táplálkozás is, tehát mindenkinek az kell, hogy miből mennyit egyen, tehát ez az, ami szükségeltetik. Úgyhogy ez az, ami, hogy az edukáció, nyilván az étkezési környezet, a családi szokások, tehát hogy ez egy nagyon komplex kérdés. Még egy picit... Hogy mi alapján választunk. Még egy picit a címkénél maradjunk, a betűk méretével ti mennyire vagytok elégedettek? Számomra nagyon sok esetben nagyon-nagyon kicsi a betű, tehát ha nincs nálam szemüveg, akkor nehézkesen olvasom el, Réka. Most én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy anno, amikor az európai jogszabály készült 2006 és 2011 között, ami ezt a kérdést szabályozza, én ott ültem mindig a tagállami megbeszéléseken Brüsszelben, és pontosan emlékszem arra, hogy micsoda hosszú időt, hónapokat eltöltöttünk azzal, hogy megpróbáltuk megfogalmazni, hogy melyik az a betűnagyság, amelyiket az úgynevezett átlagos fogyasztó, aki egyébként nem létezik, mert mindenkinek más a látása, más az igénye, más az életkora, az biztosan, vagy a lehető legnagyobb eséllyel el tudja olvasni, és az a sok minden, amit megkövetel a jogszabály, hogy rá kell írni az élelmiszertől, az rá is fér. Tehát, hogy ne kelljen egy köbméteres kockába megvásárolni a tejfölt ahhoz, hogy minden ráférjen. Tehát ez egy kompromisszumnak az eredménye. Azt kell mondjam, hogy ennek a jogszabálynak köszönhetően azért nagyon sokat javult ez a helyzet, hiszen az megvan adva, hogy 1,2 mm-nél nem lehet kisebb a betűnagyság. Úgyhogy ez már egy olyan eredmény, amit szemorvosokkal, mindenféle szakemberrel közösen alakítottunk ki anno. Igazából én azt gondolom, hogy a 21. században, megint ezt kell mondjam, egyre inkább az online világ felé fogunk menni, tehát ma is már nagyon sok olyan eszköz áll rendelkezésre, egyrészt, hogy az élelmiszerek összetevőit akár otthon is meg tudjuk nézni, másrészt például van egy csomó bolt, ahol mondjuk egy nagyító is rendelkezésre áll, de én azt gondolom, hogy azért ezzel a jogszabállyal nagyon sok minden megoldódott. Itt nem lett soha tökéletes megoldás, még egyszer mondom, egyrészt a műanyagok mennyiségének minimalizálása miatt mindenki törekszik arra, hogy egyre kisebb csomagolásban legyenek a dolgok, ugyanakkor meg rengeteg dolgot rá kell írni. Tehát, hogy itt egy észszerű kompromisszum az muszáj. És akkor elérkeztünk az egyik legizgalmasabb kérdéshez, mégpedig az úgynevezett S-számokhoz, amely az Európai Unióban alkalmazott élelmiszer adalékokat jelöli. Ezek közé tartoznak a különféle színezőanyagok, tartósító és édesítőszerek, savanyúságot szabályozó anyagok, vagy épp a csomagoló gáz. Kell-e tartani ezektől az anyagoktól? El kell-e kerülni az olyan élelmiszereket, amelyek összetevői között szerepelnek az E-számok? Jó, ha tudjuk, hogy van egy úgynevezett EFSA, ez az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, amely szabályozza azt, hogy melyek azok az adalékanyagok, amelyeket bele lehet egyáltalán tenni egy termékben, mekkora az a mennyiség, amelyet be lehet tenni ezekben a termékekbe. És ezek a maga az, hogy adalékanyag,
ezt azért adják az élelmiszerekhez, hogy valamilyen jobbító szándékkal. Tehát amit mondtál, hogy mondjuk megtartsa a színét, vagy jobb színe legyen, jobb íze, jobban eltartható legyen. Tehát ez magában az adalékanyagoknak az a lényege, hogy amit megint csak mondok, hogy előnnyel járjon, hogyha az a termékben van. Tehát ebből induljunk ki. A másik, hogy ez a bizonyos EFSA, ez folyamatosan vizsgálja, meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyeket maximum bele lehet tenni a termékekben, tehát nagyon komoly, majdnem gyógyszer, annyira komoly minőségbeli biztosítások vannak itt, hogy mint a gyógyszergyártás esetében. És nem véletlen egyébként, hogy vonnak is ki termékeket, vagy adalékanyagokat, főleg mondjuk a mesterséges színezékek közül, vagy tartósítószerek közül mondtak ki, vagy mondjuk lejjebb viszik a maximális dózist, tehát de biztonságosak, hogy végre kimondjam a lényeget, ami szerintem sokunknak jelent egy pluszt. A másik, hogy ezért azt se felejtjük el, hogy ugyanúgy, ahogy valaki mondjuk érzékeny vagy allergiás lehet különböző táplálékokra, ugyanígy vannak olyanok, akik a bizonyos adalékanyagokra is mondjuk allergiás reakciót válthatna, vagy allergiás betegség, vagy allergiájuk lehet. Tehát nyilván, hogyha ez az ő számukra kötelező megnézni az élelmiszer címkét, és tudni, hogy akkor az az adalékanyag, hogyha azt tartalmazza a termék, akkor az semmiképpen ne fogyassza. Réka, még egy nagyon picit maradjunk ennél a kérdéskörnél. Ugye a leggyakoribb fogyasztói igények szerint a megvásárolt élelmiszernek egyszerre kell finomnak lennie, jól kinéznie, ugyanakkor ne legyenek benne elszámok, viszont legyen megfizethető, biztonságos, ja, és még álljon is el legalább egy hétig. Na, mennyire könnyen valósítható ez meg? Hát, ez nem valósíthatónak az esetek többségében. Igaziból ez megint olyan kérdés szerintem, ahogy az előbb mondtam, hogy társadalmi problémák jelennek meg az élelmiszerekkel kapcsolatos elvárásaink, meg sajnos nagyon sokszor tévképzeteink szintjén. Ugye amikor a második világháború után az élelmiszeripar elkezdett azért fejlődni, mert az emberek tömegesen a városokba költöztek, a nőknek munkába kellett állni. Most így nagyon leegyszerűsítve azért, hogy reggel ne kelljen még mondjuk egy nőnek reggel 4-kor felkelni, megfejni a tehenet, akit egyébként a lakótelepen elég nehezen is tudna tartani, meg hogy este, mikor hazaér, akkor a gyerekekkel tudjon foglalkozni, és ne kapálni kelljen a kertbe. Tulajdonképpen az egész élelmiszeripar egy társadalmi igényt valósított meg akkor, amikor eljutottunk egy olyan fantasztikus helyzetbe, hogy a mi generációnak gyakorlatilag csak annyit kell csinálni az élelmiszerellátás érdekében, hogy elmegyünk a boltba és bevásárolunk. Na most ez nyilván egyrészt egy fantasztikus lehetőség arra, hogy kibontakoztassuk magunkat, másrészt viszont, hogy az emberiségnek a története során látható, hogy ez a 40-50, mondjuk 60 év, ez egy nagyon rövid idő az evolúciónkban ahhoz, vagy ami eltelt azóta, hogy már nem saját magunknak állítjuk elő az élelmiszereket. Tehát van bennünk egyfajta bizalmatlanság, aminek egyébként nem is vagyunk a tudatában, mert valaki másra bíztuk azt, hogy a saját meg a gyerekeinknek az élelmiszerellátását biztosítsa. Most ez az egyik dolog, hogy van egy ilyen bizonytalanság, és ezt mondom, nem tudatosítjuk, és teljesen természetes, hogy félünk ezektől a dolgoktól. Másrészt tárgyi tudásunk sincsen, nem véletlen megint, hiszen az élelmiszermérnökök azok egyetemen tanulnak sok évig azért, hogy azok az élelmiszerek, amelyek a boltban vannak, és már az elején említettem, hogy a csomagolásuknak mi a fő szerepe, nagyon komoly élelmiszerbiztonsági kívánalmak vannak. Tehát amikor az elszámokra úgy tekintünk, hogy na ezeket a baszak műanyagokat beleszólják teljesen fölöslegesen azért, hogy meggazdagodjanak,
Ez azért egy elég sarkos vélemény, és azt tudni kell róla, hogy ha ezek az elszámok nem lennének, akkor rengeteg ételmérgezéssel állnánk szembe, és a boltban sokkal kevesebb élelmiszer, sokkal több pénzért lenne megkapható, mert sokkal rövidebb ideig lennének eladhatók a dolgok, tehát nem lenne ekkora választék, rengeteg élelmiszer, a jelenleginél több élelmiszer is pazarlásra kerülne. Tehát én azt gondolom, hogy a megoldás tulajdonképpen az, hogy mindenféle szempontból, hogyha fogyasztóként úgy gondolkodunk, hogy igyekszünk a számunkra rendelkezésre álló lehető legjobb minőségű élelmiszert megvenni. Ezek általában drágábbak is, mint a többiek. Pontosan azért, mert a gyártónak vállalnia kell azt a költséget, hogy mondjuk kevesebb ideig eltartható, vagy olyan értékes alapanyagokból van, ami miatt már egyáltalán többe kerül az egésznek az elkészítése. Tehát mint minden más árucikknél, retikült is lehet kapni nagyon drágán, meg nagyon olcsón. Az élelmiszereknél ugyanaz a helyzet. Ha fontos az egészségünk, akkor koncentráljunk azokra a termékekre, amiket gyakran fogyasztunk, minden nap eszünk, és azokból igyekezzünk a lehető legjobb minőséget választani. Ennek az az egyik útja, módja, hogy egyszer megnézem a boltba, összehasonlítom azt a gyümölcsjoghurtot, azt a felvágottat, és igyekszem azokat venni, aminek rövidebb az összetevő listája, aminek a cukor, só, zsír, tehát a problémás tápanyag tartalma lehetőleg alacsonyabb, és még ezekből is nagyon nagy választék lesz, és akkor utána már meg tudom azt is nézni, hogy melyik az, amit személy szerint nekem finom. Emese, hamarosan elindul egy kutatás, amelynek segítségével még többet tudhatunk meg a tápértékjelölések használatáról. Beszélgetésünk végén erről pár szóban. Igen, hát szeretnénk egy örömhírt bejelenteni, hogy az Agrárminisztérium támogatásával és kormányzati intézmények, civil szakmai szervezetek és élelmiszeripari szereplők összefogásával elindítunk egy projektet, egy programot, tehát amelynek csak egy része igazándiból a kutatás, de ezt azért szeretjük, hogy szeretnénk megvalósítani, hogy látjuk, hogy az egészségtudatosság egyre növekszik, de azért sokszor féligasságok vagy rosszul értelmezett információk is vannak ezek mögött, és szeretnénk tudni, hogy a fogyasztók tápértékjelöléssel kapcsolatos aktuális tudása most hogy áll, és hát a jövőben, amit említettem, ez a frontoldali tápértékjelölés, hogy ezt hogyan tudjuk megismertetni majd a fogyasztókkal, tehát ehhez szeretnénk célzott segítséget nyújtani a kutatás eredményeinek a felhasználásával. Úgyhogy ezt most nyáron fogjuk végrehajtani, úgyhogy bízom benne, hogy akkor nyár végén, ősszel már akár itt is az eredményekről is be tudok számolni. Nagyon szépen köszönöm, mi nagyon várjuk az eredményeket. Szülősi Rékával, élelmiszerpolitikai elemzővel és Antal Emesével, dietetikussal, szociológussal, a Tét Platform szakmai vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Nagyon köszönöm, nagyon sok hasznos információval szolgáltatok. További szép napot kívánok, szervusztok! Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és hát jó egészséget kívánok sok szeretettel!